És azt hiszem, hogy benne vagyok. Jól van. Felágassatok már nekem. Na, üdv mindenkinek, én is itt vagyok. Annánál már elindult a stream. Nézzük, hogy nálam elindul-e, de nálam is elindul. Jól van. Annánál, hogyha beírjátok, hogy felkiáltójel Anna, akkor ki is adja. Mármint nem nálam, hanem nálad. Én nálam, igen, beírják. Felkiáltójel Anna kiadja, de egyébként is a csatornája ott van, ugye mindig is a leírásba, tehát a videóim alatt, de azért kapott egy parancsot is, hogy felkiáltójel Anna. Na. Ideje volt. De hát ugye Andrisnak, meg többieknek is ott van, ugye, csak ők egyébként már volt parancsuk, de Annának még. Anna még most kapott. Végre én is parancsolok neki, nem csak ő nekem. Igen, nálam is van. Neked. Na, sikerült, kinek nem sikerült még bejutni a játékba? Gerle, Anna. Én nekem. Mert akkor én is addig kérek, még itt hát autókázok egy kicsit, amíg... Úgy kellett indítanom. Én benn vagyok, csak más sessionben vagyok. Jó, hát majd, ha tudtok, csatlakoztok, ha úgy lesztek, csak... Az elején engem is megtrifált a GTA, mert jött valami frissítés ott a... Nem tudom, a Social Clubra, vagy én nem is tudom, valami kis apróság, azt alig akart elindulni. Jó, addig egy kicsit én itt a homokba, homokozok egy kicsit. Berokom majd a... Ne haragudjátok, most én homokozok. Ugye nem haragszatok. Ugye én... Andrés, te live-olsz?
Oké. Listen, this is Tony Prince. Tony Prince. Ugye nálam is most belett a chatre írva Axel csatornája, az Andrisi, a Facebook és a Discord. Zsos, beírosgatta a dolgokat. Ne haragudjatok, bocsi. Betöltött. Most nekem így eltűnt a jó kis motorom, amit loptam. Lopjál másikat. Jó, hát megvárjuk a az többieket, lesz, hogy beérkezzenek, addig én is itt egy kicsit még autókázom, aztán majd látjuk. Na, amit tudsz lopni, az csak pár ezer dolláros motor. Mi nem veszel egyet? Rathatok, ha kell. Rendőrös, hogy fogócska, roncsd el. Az a baj, nem akarok költeni, mert... Az a baj, hogy Jufi fan, azt mondják, hogy ott négyen lehet talán ilyen küldetéseket csinálni. Most egy kicsit többen vagyunk, most azért megyünk versenyre, de majd csinálunk ilyen küldetést, csak most kicsit többen vagyunk, ami nem baj, én szeretek versenyezni is. Hát persze. Kár, hogy te a napi elmaradtanom, mert van ingyenes motor is. Igen. Elküldtem a linket neked még korábban, hogy miket tud szeretni a kriminálpakkal. Olvasni óvattam, olvastam, de óvattam. Kimegy a fejemből, az a baj. Nem tudok ennyi mindent megigyezni. Igen, kész lótesz vagyok, hagyjad már. Óvattam, óvatottan óvattam. Mert mostanában még Axelnek is meg kell jegyeznem egy pár dolgot. Nekem, mert... Én tartok direkt bio naptárt, aki megjegyzi helyettem a dolgokat, mert én nem tudom. Igen. Nekem a telefonban vannak beírva dolgok, meg hölgyek, akiknek fogékonyabb az agyuk az, hogy megjegyeznek ja, dátumokat, meg ilyesmiket. Mikor milyen live-od van, mi? Azok szoktak igen megjegyezni. Sok minden más, a férfiak sok minden másra alkalmasak, amit meg kell jegyezni, de a nők meg ilyesmire nagyon. Én Axelre joinoltam, de ez tele van. De hát mindegy, ha versenyzünk, úgyis lista. Ja, és indítja a versenyt. Mert már van... El van indi... Vagy volt már meghívás? Nem tudok róla. Meg gyakorlatilag több. Szóljatok, hogyha lehet. Hogyha valaki csinált valami versenyt. Szia Tamás! Szóljatok, hogyha már van verseny. Mert akkor én is joinolok, addig egy kicsit itt szenvedek, hogy szép volt. Közben itt drága látos fejecském, amit röhög, tehát még nézem, hogy hogy tölt be a játék. Hát tényleg és egy moddászasson belép. Nem el. Tehát be a játék. Annának dicséretek meg, mert új hajszíne van, vörös. De nem látszik. Hát nem de mindjárt lezárom a live-ot, mert már most drága fejecském itt szórakozik. Bocsi, hát ez azért volt, mert néztem annát. Elütöttem egy motoros. Andris, küldj már nekem is egy ingben. És akkor már tök mindegy, ezt akkor már. Simeon, Tati, Gerard, Martin, szépen, nekem nincs. De! Te, négy! Na, töcsi, már! De! Töcsi! Így összeveszek ezzel a játékkal. Szóltok, ha van nekem is valami meghívó, mert eddig semmi. Ki akaszt? Hát nem tudom, most mire gondolsz pontosan. Nincs meghívom. Meghívó nélkül megyek el a buliba. Azért mondom, Axel, te azt láttad, hogy én vörös vagyok, de itt a live-ben nem fog visszajönni. Na jó, hát én valójában élőben is ma láttad, tehát meg tudom erősíteni, hogy vörös tényleg, de mondjuk így a fény viszonyok nem adják vissza. Jaj. Szia Vidru! Anna! Megyek órák kérdésre! Ne szedjek fel libákat a sarokról, jól van? Na várj, melyikkel hozom elő a telefon? Görgöt, benyomom. Lefele, vagy a felfele nyilat, ha megnyomod a kurzor mozgatót, akkor előjön. Andi, de is kaphatok meghívót? Aha, na én is kaptam egyet. Kaptam végre. Én most a Robi-t fogadtam el. Aha, jól van, na végre. Csak benászunk. Szia Cornelius! Mégis annyi előnyelet volna, hogy... Amúgy el tudtok nézni,
Annához és Andrishoz. Anna kapott egy ilyen parancsot, hogy felkiáltva Anna, de egyébként ott van a videó alatt is, a leírásban. Na most így csinálj, hogy milyen csúnya karaktert tudtam csinálni. Na. Nem vagyok ott. Lehetne csatlakozni, Cornelius, persze, csak gyere be, próbálj összebarátkozni. Én szerintem Andrisra kéne majd, mert ő fog meghívogatni, tehát én szerintem Andrisra kellene majd valahogy összecsatlakozni. És ő meg tud majd hívni. Úgyhogy már lehet is bármikor, akár a következő körbe is már lehet csatlakozni hozzánk. Majdnem megkérdeztem, hogy ki ez a karakter. Ki az ott a hideg? Na. Oké. Okay. Robi nem tud trainingolni. Robi mi lett? Jó, itt zene megy. Esküszöm. Hogyha Andrishoz nem tudom, még zenét keresek. Átkattintotok Andrishoz az ő live-jára, akkor ott meg tudod vele ezt beszélni, ezt a belépés dolgot. Már nem tudok zenét választani. Hi Attila. Na, hogy lesz? Hogy leszünk? Join volt itt már mindenki. Ez egy autó van, látom. Jó. Akkor már csak a színét lehet változtatni. Jó, változtassunk színt. Ó, szép rózsaszín. Ó. Andrit is kapcsolt ki a custom vehicle-t. Így van, Gyufi. Ó, oh, elsipott a lábam, anya. És akkor hát, ha bejön az a felirat, ami a pólómon van, hogy Winner. Nem, csak egyszer Winner. Hát, ha. Tudod, a remény hal meg utoljára. Miféle remény hal? Az igen, ez egy kicsit hosszú lett. Jó! És mielőtt lezárnánk a live-ot, azelőtt lehet olyat csinálni, hogy ökölködünk és menjünk gyilkolászni. Kocsikat lopni, ilyesmi. Lehet, biztos. Egyformák ezek az autók. Most valami érdekes módon nem akar elhúzni senki elől, mert valahogy egyformák az autók. Milyen érdekes, ne? Az a baj, Gelle, hogy ez nem úgy fog menni, hogy te írtad. Hát nem ilyen. Hát mert nem tudok parancsra nyerni. Szia, Genesz! Mi újság? Hogy vagy? Andri is a ketchup meg a szélárnyékbe van kapcsolva? Nincs. Mindenki van. Azért nem jutunk előrébb. Ja. Ja, akkor második maradok. Hát valószínűleg meg igen. Meg az utolsó. Valószínűleg igen, így vagyunk. Hát ez így elég érdekes, igen, egyforma autók vannak. Nem is tudom tényleg, hogy lehetne nyerni, hogy... Rontani kell. Hát igen, maximum. De hát ezen meg olyan alakú a pálya, hogy itt nem nagyon tudsz rontani valójában. Ide képes vagyok rá. Gerle, akkor csinálj valamit? Gerle, köszönöm csinálj szépen, valamit. Genesz, a kérdés. Hát én jól vagyok, most tanulgatok. Meg rövidebb, legrövidebb kanyarokat kell valahogy bevenni szerintem, és akkor végül. Én is szűrtem a sulipadba pár hónapra. Nem lehet az új évekkel, ja? Gellert, csinálj valamit, hogy úgy axelék egy kicsit belassuljanak, jó? Köszi! Igen, mert a ketchup meg a másik beállítás az elsőt lelassítja.
gondolkozok, hogy mit kéne tenni, hogy ne legyek utolsó. Ja, satufék, ja, csinálj egyet. Többiek meg gondot okoz. Nem tudom, amúgy, hogyha lesz igény, akkor mondjuk lezárjuk olyan fél 10-10 fel a live-ot, és hogyha a fiúknak is van kedvük egy kis LTS levezetőként. Jó. Axel, jó. Mondjad hangosabban. Vagy? Mondjad hangosabban. Hadd hallja Anna is, hogy mit van. Hajrá! Nekem már van szurkoló táborom. Úgyhogy... Én neki puszilom. Na, puszilnak. Szia, Home Prime! Ő is titeket. Na, kösz. Szia, Home Prime! Oké, és imádom a lányodat. Tényleg? Uh-huh. Ilyet tudok csinálni bárkinek. Ki is kesseltem erre a hírre. Hallod, én már kicsúsztam. Mi újság, Home Prime? Szia, Fefe, szia, Vargas, szia, Mafia. Á, nem lopjuk el Excel-nek a lányát. Az a baj, ő már egy kicsit nagy lenne ahhoz, hogy ellopjam. Sőt, majdnem egy magas velem, szóval. Ja. Nem. Ugyanolyan magas lesz, mint az apja, én meg törpenhűvésű vagyok. Azt azért nem szeretném. Hát mondjuk azért igen. Azért. Ez egy kicsit. Na, nekem kiírta, hogy Dead End Games Online. Hát nagyjából tartjuk amúgy szinte centire tartjuk a távolságot, tehát... Nem tudom, én ahogy megcsúsztam, hátrább kerültem. Hányi éves? 9. Na, talán azon. Az is jó. 9, de már majdnem olyan magas, mint Anna. Pedig Anna 26. Lényegtelen, de az engem volt. Te már nem vagy növényed. Jó, valaki küldjön egy e-mailt, bocsi. Na jó, akkor személyesen közeledik. Te egy kicsit lagolsz, Geri, de valami, te néha ugrik egyet az autód, és lehet, hogy azért, az lehet, hogy csak net kérdés. Lagcsít el a Geri. Akkor még se a Minecraft szerver laggolt, amin voltam. Igen. Akkor lehet, hogy mégsem. Anyát meg se váljátok? Az egy szem anyátokat? Anya csak egy van, de nekem, meg Chuck Norrisnak kettő. Na. De várj, neked hogy van kettő akkor? Hát, igaz, hogy te nekem nem az anyám vagy, te nekem a gyermekeim anyja vagy, teljesen igazad van. Akkor félre elmagyaráztam, téves infó, hogy... Igen, azért kérdezem, hogy... Na pont most írja itt nálam egy Tamás, hogy ő az évfolyamban a legfiatalabb, és 193 centi magas. Hát de mondjuk attól függ, hogy te hány éves vagy, érted? Geri, hagyd már ki egy kaput, jó, és hogy vissza kelljen forduljál. Ugye, e hónapban leszek 26 éves. Gyerekek, én kicsúsztam. Te mi csak most leszel 26? Hát igen. Ó. Akkor még sokáig maradsz fel annyi idős, mint én. Nézd már, megelőzöm Gerit. Geri, betolsz, nekem ne lögdössél, Geri. Pontosan 26-án leszek, 26. Megelőztem Gerit, gyerekek, halál. De én ilyen 160 centi magas vagyok, szóval tényleg ne gondoljatok ilyen nagy magasságokra. Egy kis törpenőség vagyok. Láttam azt a lökést, Geri. Nem volt szép. Megpróbáltam. Á, de szívesen a Home Prime. 12 éve 109, tehát láttam én is ilyeneket, 12 évesen nem tudtam a szemébe nézni, vagy hát pont a szemébe néztem, mert ilyen magas volt, mint én vagyok. 12 évesen azért az nem semmi. Mond. Itt vagyok persze, csak én is hallgatom apádat, olvasom a csetet, és sokanok. Home Prime beírta, hogy 13. Én ezt nem akarom elhinni. Én meg 8 múltam, de egy bizonyos számítás szerint mi így vagyunk Home Prime-mal. Ő az idősebb. 12 évesen 198 centi az meleg? Na, nem tudom, nálam 15 évesen 193. Eltűnt, Robi. Aha.
Hát... Nagyon nem maradtam, fiú. El, de biztos se bírok menni, mert nincs in van. Ja, ez így van, Vargas, jaj. Axel közeledik. Gyere is a tuféket. Oké. Okay. Úgy sem mered megtenni. Ez hány körös végül is? Utolsó kör, 7. Nem lett volna ezzel baj, csak a ketchupot meg a többit be kell kapcsolni, mert akkor tudunk küzdeni. Igen. Nem hát... medem a satú féket. Uh-huh. Nem baj, azért Gerit így is elporoltam. Kiporoltam a kis gyereket. A kis madarat. Én satú fékeztem. Ja. Hát Gerre aranyosan megállt, hogy ne az utolsó legyek. Rácsatlakoztunk Annát, megnézzük, hogy csinálja. Köszönöm szépen, akik előre engedtek. Negyedik. Jó, hát bemelegítésnek jó volt-e. Köszi a lájkokat. Rukkantsatok át Annál az Andrishoz. Ugye azt tudod, hogy most le kell váltani akkor a hátteret? Milyen hátteret? Hát nekem itt a pirosat, mert vöröses a hajam. Ezt a kis pucérképet, ami... Hát csináltunk abból, hát az... megvan az. Ha, jó. Ugye? Yeah, tudok én valamit. Á, menjünk nagy kocsikkal, Lici! Ja. Nem is! Olyan kicsivel akarok majd menni következőbe. Hát kicsivel már... megy. Amúgy ez kicsi, ha jól tudom. Azt mondja a maffia, hogy Anna a lányod anya? Ezt a kérdéssel értem. Nem. Én már elvesztettem a fonalat, pedig rövid mondat, de már... De... Én vagyok az anya? Ja. Én meg a fiú, a Szentlélek, meg egy harmadik. Keresünk valami jó zenét. Amúgy kis autókkal megyünk most. Ha, az jó. Akkor mégiscsak az lett. Jó, érkezi. Nem baj az. Jó, az így. Várom, hát mindenki joinalt. Mindjárt jövök. Jó, nem baj, hogyha két perc múlva jössz, akkor legalább te lesz az utolsó. Itt van Cornelius is, jó. Szavasz Bálint. Köszönöm, Tamás. Igen, egyébként Toon Prime, tehát ezt már mondja majd 10, de ő egyébként 13, én meg Apex vagyunk 8 évesek, tehát ez, de ez már évek óta így van. Ezt mindig így szoktuk chaten beszélni. Akkor én hány évesnek minősülök itt? Azt nem tudom, de így valahogy mi így ragadtunk. Itt jövőre is 13 lesz Hunt Prime, én meg jövőre is 8. Tehát ezt így... Vannak bizonyos körök, ahol ezt így... Nem indul a verseny, vagy mi van most? Menjetek szerintem, menjetek. De már mindenki joinolt már. Azért menjetek. Nem tudom. Jó, akkor megyünk. Ja, én vagyok a legkisebb. Ja, Anna meg 6. A maffia meg 2. Akkor bárja, beszélgessünk egyet, maffia. Te vagy 2 éves. Nem, hát 2 éves, akkor tudnak beszélni. Elbandító. És ugyanolyan autó megint. Jól van, az jó lesz. RC Bandító. Nem is baj, ezt nem szeretem. Nekem ez az autó full tuningos. Nagyon könnyű volna kicsúszni. De csak meg kell tanulni vezetni, amúgy jó. De azt mindig Anna a másik vezet, így kész a mozgó tüdet. Oké.
Andis hány éves? Hát ő még csak 6, vagy nem, vagy annyi, 5. 6 van. 5 múlt 6-at tölti. Nem. Hűhúhúhú! Hű, de jó! Ne lövdössél! Gyerekek, ez nagyon tud csúszkálni. Hűhúhúhú! El is mentem rossz irányba. Én ilyet még nem vezettem soha. Én sem. Miért húzzuk nekem a csíkot? Nekem van ilyenem, ez a adénával jött be. Ó, már mindjárt utolsó is meg, de jó. Anna, te is megelőztél? Aha. Egyelek meg, aj, basszus. Ennek is neki mentem. Ez pedig nem tök jó. Én mondtam, hogy nem jó. De olyan jó, cukik. Viszont könnyű ám neki menni valaminek, a nagyon kis gyagyó módjára megy. És végre harmadik vagyok! Ez az! Én meg második! Na, kellene nekünk ezeket kell átnyomatni! Jaj, nem áll, merre kell menni? Elvesztettem a vonalat, nem tudom merre kell menni, halál! Itt! Nem tudom merre kell menni, kész vagyok. Hát kész vagyok, nem tudom hova kell menni. Én már el is buktam. El is buktam a versenyt, fingom nincs merre kell menni. Én csak itt autókázok most már. Nyomd meg az F-et, halló? Nem add szét. Nem tudom, elvesztettem a fonalat, hogy merre kell itt menni. Jó, hogy ez négy körös! Aki leghátul van, küldjön egy gimbet, talán beérek, amire jön a következő. Hát, láttam Axelt, itt van előttem. Az én vagyok. Nem, itt van Axel is. Csumi? De én készüljük, gyerekek. Ó, oh, veszus meg arra kell, én ezt nem látom át, hogy hol merre kell. Az már megvolt neki. Wrong way, úgyhogy én nem tudom. Lögdösik. Na, kész. Én nem tudom itt, hogy merre kell. Hossza lesz, jó. Tudod, a sárga pontokat kell egyszer követni. Hát jó van, de akkor bal oldalt látod a térképen. Hát bal oldalt látom. Jó, most meg kell fordulni. Ja, ez halálom ez a verseny. Jó, tudom. Nekem való. Tudom, hogy az én hibám. Arra emlékszem, hogy Kosti Alci pont ilyennel játszott, megvette a játékot, pont ezzel a kis gyogyó autókkal játszott, ami után fogta és letörölte a játékot, hogy na ez egy szar játék. Tehát ő még nem játszott normális, tehát bement ilyenekkel játszott, és akkor azt mondta, hogy na ez szar. De közben csak ezzel nem jó alapvetően. Igen, kifogta a legjobbat. Axelt lekodoztam. Hát az nem nagy cucc. Nem volt nehéz. Az nem nagy cucc, mert én azt sem tudtam, hogy merre kell menni. De már kétszer. Az se baj. Mi? Anna a második. Ki? Én a negyedik. Kétszer koccantam, azt lecsúsztam a harmadik helyről. Én mondtam. Amúgy csak ilyen verseny volt. Rossz irányba jöttem. Basszus! Na ugye, akkor te is végre egyszer. Jó, én már többször is. Pécsök szőcském, ne szóljál be. Jó, meg ezek. Hm? Micsoda? Andrés, a ketchup az bent van. El bandito. Mi van? Tudom, hogy mit jelez. Képzeld el. Dobi, közben itt a Discordra, hogy újra itt van valaki, küldjön neki invet. Küldök neki. Ha már itt nézem, hogy mi van.
Szavasz, Jolo! Lecsúsztam az ötödik helyre. Figyelj, én több körrel le vagyok már körözve, és mindig csak a hetedik vagyok, tehát csak idáig csúszhatsz, tovább nem. Köszönöm szépen a követést, Tamás. Hát akarsz jönni, Csúli, hívlak akkor. Hát jöjjön. Hoppá, gyakszal. Uh-huh. Azért csak magamra találtam, még van egy kis versenyhangulatom, mert így jövök itt már, amikor jövök. Minden szép nyerni, Axel, így fogsz. Ja. Kétszerre vagyok körözve, de azért minden szép nyerni. Háromszor vagy. Akkor meg főleg. Vagy négyszer, nem tudom. Az lehetetlen. Hát annyira az lehetetlen, hogy egyszer. Laci, Laci lehozta. Tegyél bele nitrót. Tegyek bele nitrót, köszik én, bolcsak. Hát ez halálod a kis pici szutyok, nem mentem még ilyennel. Mondjuk most már úgy rájöttem, hogy hogy kell vezetni, de legelőször nagyon... Azt se tudtam, merre állok arccal. Most sajjon. Ho-ho-ho-ho! Kis malac! Ho-ho! Hát azért, így. Azért nem nagy képű is könnyű, hogy tudom már vezetni. Azért nem nagy képű is könnyű. Én fél pillanatra eltönök, jövök mindjárt. Köszi még egyszer, Jack. Nagy végre, megszabadultunk. Szia, Attila! Hú, gyerekek, ez nagyon béna volt. Látom Bálint, hogy hasonló. Hát azért, ja. Gyere inkább Attila, ne na nézzél, hanem gyere be te is. Te is élvezkedjél egy kicsit. Gyere Attis. A lányom? Hát ő most már megy aludni, mert már este van. De amúgy szokott autós játékokkal is játszani. Menjünk ilyen nagy autóra. Ja nem, az is RC, várjunk, nem RC. Nem akarok RC, ez mind RC. Akkor sem. Nem, a középső, középalsa az ízik. Ja, a következő célom az legyen az, hogy a game vagy csak, hogy beérek a célba. Vannak perspektívák azért. Ez jó. Anna nincs itt. Na, hát legalább akkor megvan, ki lesz az utolsó. Én. Nem, hát hát, ha ide ér addigra. Andrés, titokba kapcsolod majd be a custom vehicle. Hát, Mafia, az a baj, hogy itt sokan vagyunk, meg többen live-on, tehát ide nem tud bejönni. Vagyok. Na, akkor pont jókor jött, hogy autóválasztás van. Ó, oh, de ez egy citrom sárga, jaj, tiszta Mr. Hát Bean. Ez egyfajta van csak. Igen, tiszta Mr. Bean-es. Nyiku, nyiku, nyiku. Szia, Kasa. Jó. Oké, gyere, Game Boy Jack. De gondolom, az már csak legközelebb lesz. Hogyha még most újra lakod a gép. Igen, Mr. Bean autója. Ja, ez, tudod így nem zár, hogy olyan, tehát olyan zár van rajta, hogy le van lakatolva az ajtó. nagyon durva. Próbálkozok gele. Én sárga taxis vagyok. Nektek mi a rendszámotok? Én rózsaszín. Túl hosszú. Ki még rózsaszín rajta kívül? A Gerit Puti. Ó, jaj. Én. Hát itt nem fogunk meghalni a sebességtől. Hát nem, hogy elnézem. Vagy mégis? Jaj, elmondtam.
Ne ugrassatok már engem. Öreg vagyok én már azért, ugrasson engem mindenki. Mi? Apám is. A húzat telt róla. Ah, szép volt. Szép volt. Összeakadtunk szépen. Hoppá, nekem nem az. Szépen összeakadtunk Andris tesóval. Anna, első vagy! Ne! Nem! Akárki volt! Én voltam. Ne már! Anya! Visszaestem az ötödikre! Szia, Dad! Ez már hetedik. Mondod is, ez 6 ködös. Még 6 kör ebben az érületből. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Hú, hogy jön Dead? Te hogy jöttél fel ennyire gyorsan? Valaki felrobban. Elég a lelállás. Hajrá, mini axiám. Nyiku, nyiku. Nem. Nem. Majdnem. Köszi a feliratkozás, nem tudom nézni. Bocsi, de ne haragudj, nem tudok kanyarodni. Semmi baj, segítek. De összehoztuk valahogy, hogy nem fordultunk ki. Jajajajaj, nagy baj van. Francba. Ajaj. Az úgy nem volt jó. Köszi a feliratkozást, nem tudtam nézni, mert pont akció volt, de van ilyen. Megnézem előleg oda írta a chat. Jujuj, Houston, ebből nagy baj van. Ne már, ne megy, mit csinálsz? Hülye gyerek, ne csináld, ne! Oh, fú, kész. Tuh, az francba. Úgy zömmög meg Fortnite-ernek, köszi a feliratkozást, ha jól látom. Nem védj csak. Bocsi, már megint teszek. Próbáltam, de... Hát igen, ezt... Én már nem tudtam akkor irányítani, amikor összeütköztünk, nem tudtam irányítani. Megyek. Itt toltalak. Köszi amúgy, Axa. Így lettem harmadik. Az igen. Opa. Fú, ez is szép volt, de... Illik a játékbeli zene. Figyeljetek, én behasaltam az autóba, azért megy ilyen gyorsan. Hasalva ülök az autóba. Sokat ér, hogyha fedett az autó. Hát leelőztem hirtelen két autót is, ne viccelj, mert... Én még a kanyarokba be is dőlök, mint a motoron lennék, tehát... Tudod, mennyit jelent? De jó lenne, ha nem pördülne meg a kocsi. Jaj. Ha nem vágtam volna felé a propeller. Csulival, Lacival nagyon küzdünk. Már ketten itt vannak. Csak most itt a második kör, az jó nagy körök vannak. Nem láttam, hogy föllépett volna a GTA-ba. Anna, második vagy. Látom. Nem tudom, hogy lettem második. Jó van. Az optikai tuning sokat jelenti. Hát az nincs pont. Az most pont nincs egy darab se. Mindent szeret ez az autó, kivéve kanyarodni nem, meg gyorsulni, meg tulajdonképpen nem sok mindent szeret. Épp hogy gurul, mondhatjuk azt, nem? Ja, én meg épp hogy élek. Bezzeg a full tuningos, az meg megy mindenki. Ki ez a kis rózsaszín itt előttem?
Menj már innen! Figyeljetek már, mondtam én, hogy be kell hasonlni, nem tudjátok, hogy kell csinálni? Hasonlva megyek. Ki kell lökni Axel. Jajajaj. Hát ez szép volt, köszi, meg is oldottátok. Jó, hát én nekem itt már annyi is. Jó van, lereptettek. Láttátok, mindenki látta. Én... Jó, ne, most fogok felborulni. Ó, nem már, hát mikor ad már elrobbanni. Vissza? Ó, nem hiszem el, meddig tekeri még? Hát vége. Ó, nem már. Még engem most rakott vissza. Axel mögé rakott vissza. De mindenki lerepült. Hát felrobbantam. Megérdemeltétek, kilöktetek, gazkutyák. Te lökted ki magadat. Az nem hiszem el. Második helyről, ugye, máshogy is voltam. Milyen másodikon voltam? Hát már téged is megelőztelek már, tényleg. De utána már visszaelőztelek. Hát de utána úgy, hogy azt kilöktetek. Na, nem, mindegy. Hozzád nem értünk. Na mindegy, nem baj az, nézők látták. Feljelentés lesz belőle. Megyek a körzeti megbízotthoz. Annát be kéne engedni, hogy fejlődjön. Hey Bean, toljad neki. Jaj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 
Megint nekem jött valaki. Nekem jött a szalagkorlát. De van. A csőbe. Jó volt? Jó volt, Bean. Mivel én oroszlán, hogy át kell menjek ilyen tüzes kapu alatt? Nem a tüzes kadikán át. Hogy jöttük össze? Hajadik körnél vagyunk. Én nem tudom. Még csak a második. Úristen. Ne. Jó van, most innen. Kezdtem el a harmadik. Erre igaz, amit mondtál, de hogy innen szép nyerni. Há igen. Ki van itt? Szerinted miért mondtam azt, hogy muszáj volt ebből 6 kör? Hát a több. Több a lóvé, nem? Vagy az RT? Ó, most mentem a harmadik körre. Nem áld, hogy a hátraszaltót nem számolta. Jó, de 150 RP. Jól van. Milyen de mechanikus? Nem mechanikus. Adnám. Csak szerintem a... tehát a billentyű az köztem és a... köztem és a mikrofon között, a mikrofon meg elég érzékeny, és szerintem azért úgy hallatszik, de amúgy nem. Hát ez ilyen világítós, semmi nagyon, nem egy nagyon komoly dolog. Nem létező éveket használsz. Igen, köszi Gameboy, csak igen. Mi van itt folyamatosan? Köszi szépen a támogatást. Mugodtam. Anya! Használom én. Anna, hogy jutottál te a hetedik helyre? Már nyolcadik. Hát egy párszor borultam, robbantam. Elég ennyit mondani? Nekem mindegy. Szeretnétek megtanulni, ugye, hogy kell ilyen éveket használni. Oh, oh, oh. Hogy kell befeküdni az autóba? Ah. Én így úgy kell, hogy elmondom, tehát az ülést leghátúra nyomni,
és befeküdni konkrétan. Ja, ne. Túlfordulunk. Ez itt ketten itt vannak előttem, ezeket még befogjuk. Be kell őket fogni még. Engem is. És akkor mindjárt második lennék. Újra. Nem vagyok a harmadik. Igen, én még a negyedik. De itt mentek előttem. Én meg az utolsó. Hogy kerültél hátra, anyukám? Mondd meg. Panaszold el nekem. Hát kibántott. Felkiáltol-e Annával, tehát felkiáltolj el Anna, és át tudtok menni Annához is megnézni. Egy követést benyomni rá Twitch-en. Juhú! Látom az első ember. Az eső embert? Én láttam a moziban régen. Az esfilm volt régen. Az eső ember. Jaja. Dusty Hoffman. De és milyen színű? Lózaszín. Ne. Jó, hogy ti ennyire itt hagytok. A fenébe elrontottam. Pedig már majdnem jó volt. Ez az Excel a harmadik. Van egy open játékom. És tényleg a harmadik. És ki? Hogy valaki leesett, leestél, de vagy mi volt? Már kicsúsztam. Ó, de jó. A rutinos tapasztalatomnak köszönhetően már harmadik vagyok. Én meg két ködön átartottam az első helyet, aztán visszaelőzött. Bocsánat, nem nagyon tudom nézni a csatot, nem akarok hibázni, mert úgy járok, mint Dead. Igen, mert én közben nézlek téged is, másik monitoron. Ó, tényleg? Kitegyem a fészkemet. Ja, úgy jövesszed. Na jó, 2000 feliratkozónál annak kiteszi a fészkemét. Ja nem, már most kitör. Kibisznek semmi sem drága, mi? Tényleg, Dette, soha nem gondoltál rá? Amúgy, már ha csak így visszakérdezzek. Nem. Van fészkemes videó, de nem. De Axel, te egyet nem fogsz megúszni, ugye azt tudod? Hát tudom, majd együtt kell, hogy igen. De nem, azért igen. Én nem zárkózom, mert csak én mindig azt mondtam, hogy engem minek nézzenek, vagy ki kíváncsi rám. Hát egy annál persze, hogy én is nézem, szia, meg mindenki lehet, most engem mit nézzenek. Hát... A reakció miatt egyébként sokkal jobb, ha kirakod. Igen. Sokkal jobban tudnak a nézők is azonosulni. Jó, még ne, én nem, soha nem mondom, hogy soha, úgyhogy még az is lehet. Hogy egyszer. Anna, aki lakja Maxát. Nem, itt vagyok. Itt vagyok már, kis cukimókus. Én nem YouTube-on szoktam live-olni, én eddig is Twitch-en live-oltam. YouTube-ra maximum csak a videókat töltöm át. Szép volt, kis drága. Köszi. Szívi. Nem már! Mit csináltok? YouTube-on Andris és Axel live-ol most aj, is jelenleg. Aj, rendetlen vagy, Gerle, ezt megérdemelted. Ha beírod a cseten, hogy felkiáltoljál Axel, vagy felkiáltoljál Andris, kiadja az övékét is, és akkor át tudsz nézni. A Cornelius kidobta a játék. Hát próbálj meg visszajönni, mert következő versenyre akkor vissza tudsz jönni. Nem értem hozzád, Gerle. Elmondanám. Gerle, sok üféket. Nem úgy, mint az előbb, a Geri, láttam mindent. Ja. Én meg éreztem. Nagyon gonosz volt. Hát, Geri, ő ilyen. A madarak. A galambokat azt légpuskával lőni kell, mert ilyenek. Kis gonosz galambok. De te is az gonosz voltál. Én miért? A kis gonosz vagy. De mert miért? Mondtam valami rosszat? Igen, de én puskával kell. Nem, de egyébként a fészkamra vicceltem, én nem bántanám. Nekem galamb lelki vagyok, én nem tudnám bántani a galambokat. A fél... De azt megérdemelted, azt én küldtem amúgy is. Nem. Engem sem. Akkor jobb lesz, hogyha én adom következőleg? Csukjuk be a szemünket, úgy már, hogy átmegyünk köztük.
Nem kell végig kergeselem, mert viszem magammal a pádatot. Vagy segít. Hidd el. Látod a bénet? Hogy csivölt a szél? Megvan hozzá a kapcsolatom. Kifagytál, Barni, vagy mi van? Andrics, te hogy kerültél elém? De az előbb Axel mögött voltam. A Andrics maga a verseny. Ja, szia Szenci Józsi, szia Vera! Maga a verseny, Andrics. És első vagyok. De jó. Ó, oh, de jó. Az előbb még előttem voltál. Értve most is előttem vagy. Anna, beváljanak. Itt ketten ott ugratnak előttem. Látjátok, azokat még be kéne ott fogjam. Csak kicsit nagyon vagy lemaradva. Na most már második. Ja, hát az a kettő, akit láttam, az az első kettő most jut eszembe, hát én vagyok a harmadik. Uuuuh, Laci, azt hügyre vetted ezt a tekerentyűt. Nem! Hogy tudtam. Újra csúnya volt. Na már második vagyok. Kit előztem meg? Pedig én is neki mentem. Ötödik kör még csak, te úristen. Jaj. Jaj. Jó, esküszöm, undom ezt a pályát. Sok a hat kör, hosszú nagyon. Jaj. Nem, nem. Mit csináltunk? Én Houston, nagy baj van. Jajaj, nagy baj van. Fú, ez mi volt? Niki Lauda veszett el bennem, csak nagyon elveszett az a baj. Jó lesz. Mr. Bean a lál nevem. Pörgetsük nem kellene nekem. Látod, Gameboy csak azért ezek a kis donétek, meg a kis szurkolások azért mennyit jelentett nekem, látod? Mindjárt első leszek. De második az már vagyok, az biztos. Eddig. Hát még van addig sok. Na, van még, jó. Becsukom a szemem, úgy megyek át, figyeljetek. De jó, hogy nem, nincs fészkem, nem csuktam be a szemem. Hát az is, de én is szívesebben nézem úgy a live-adat, hogyha épp nézem, hogy van fészkem. Látom a reakciókat. Andrisnak szokott lenni reakciója? Szokott. Én néha nagyon megijedek, utálom a zombikat. Most is nézlek, miről beszélsz? Ja. És kezdem egyre jobban utolérni. Itt van már előttem. Úristen, akkor rá kell lépnem rá, bekapcsolva a monitort, mert ez így nem jó. Igen, nem szeretem, amikor így hívnak, mert az olyan szerénytelen. A csapatban én vagyok az anya, Axel az apa. Ugye? Nem úgy, mert pinkautot hoztam. Azt nem tudom, én amikor meg akartalak előzni, azt hittem, hogy Anna van előttem. És rányítottam az ajtót is, hogy összeütközzünk, aztán kiderült, hogy te voltál az. Ott megy egy kis fekete kis, hogy is mondják előttem. Szia főkapitány! És ki pörög itt körbe-körbe? Gelle! Ott megy egy kis... kis bogárszerű, kis fekete izé. Még az be kéne. Köszönöm fogni. Szépen a követést. Lassul elvileg. Lassulok. Igen? A gumik vagy mi? Kopik a gumi vagy? Hát ha úgy van beállítva, az első mindig lassul. Tényleg? Ilyen fair play miatt. Ho. Hát az nagy fair play egyébként, tényleg. Jó kitolás az elsővel szemben. Igen, igen. Ó, és akkor ez most a... Jaj, jegyem meg, Robikám, nagyon aranyos vagy.
Nem is tudok menni. Jézusom, ez mi volt? Ez mi volt? Jézusom, ez mi volt? Ilyet még nem csinál. Én is lassulok. Nem akar igen, mennem. Mivel hogy fel akartam borulni, ezen nyomtam az F-et, és visszaspawnoltam. Már harmadik helye visszaestem. Mi volt ez ezzel az autóval, hogy így felborultam? Nem tudom. Nem is jött nekem senki, csak szerintem fog... Beakadtál, nem? Gerinek az átka fog, szerintem. Na nem baj, fogjon is. Gerlék átka. Na itt hagytatok. Nem már, hát nézzétek már, mit csinálnak, hát de rendesek. De azt azért vágjátok, hogy 21 percre megy az a verseny. Kemény. Én már untam a fejemet. Ne, én be... Beengedlek benneteket, hogy legyen legalább 10 meg RT. Én is beengedlek benneteket, most kezdődik a 6. kör. Utolsó kör. Mennyien jársz akkor ebben? Hű, szia Jenő! Ki volt az az összeny, aki kitalálta, hogy 6 körre legyen? Hogy hazudik? Okay, köszönöm Andy. Szépen Bence követést. Hogy rám fogtad? Itt sem vagyok, azt mondja Jenő. Bocsi, de annyira nézem az utat, hogy nem is... Nem tudom, hú, ez azt hiszem nekem az 5. körre, majd most jön a 6. Most sem a 6. Már hogyha nem borulnék föl. Én mondtam, én voltam. És nem esnék ki. Leestem, fiú. De Andris volt, aki előbb így kilökött. Hát, nagyon rendetlen gyerek vagy. Valaki belém jött, gyerekek, ki voltam? Valami mocskos állat. Mocskos madár. Ki erre képes itt megállítani mindent? Geri van mögöttem, nem tényleg? Nem tudom. Nem, fekete volt az autó. Laci volt. Szokott Excel is Twitch-en live-olni, majd vele akarok kipróbálni valamit. Ugye szirőszéknál is láttam, hogy tök helyen. Látod, Andis, van Isten. Hogy? Anya! Várjál el, meg kell fordulnom. Robi megtolt itt hátulra, fiú. Gyanús. Hát ez elment, második. Második leszel? Most első vagyok. Ez el fog tartani egy ideig. Már nem, mert most már utolsó kör. Én már untam magam. Rájöttem, hogy ugrató előttem kéne fékezni. Jaja, hát ezt megkérdezted volna, elmondjuk neked. Á, kis gyenge kezdő vagy még, Geri, de... Nem lenne rosszad a kocsi, csak úgy csúszik, mint az állat. Hát a éles kanyarokra nem nagyon jó az aluljában, tényleg. Gerle! Nem arra való, hogy éles kanyarokat vegyünk. Hopp, egy hiba. Igen, mert itt nálam is éljek, egy kicsit unalmas ez a rész. Gál, engedlek, gyere! Juhú! Leestem a pályádból. Ilyetek, már csíkot húzok, láttátok? Már csíkot húzott ez az autó. Ez kemény. Na, van egy olyan érzésem, hogy én még látni foglak. Lehet. De itt jössz mögöttem. Egy jó, de jó lenne még befogni igen. Ezt a kis autót itt előttem. Ezt a kis hogy is mondjákat. Az utolsó ugratónál majd.
Nem tudom befogni, ennyi. Nem sok híja volt. Nem sok híja volt. Kezem. Laci nem adott esély. Vazoszki, én köszöntem neked, mert köszöntem, már mindenkinek köszöntem, szerintem Jenőnek is köszöntem. Bocsi, csak egy kicsit lemaradtam. Neked nem tudom, te ki vagy. Én már ki vagyok. Ne, én pont azt akartam mondani. Megcsúsztam. Jó, én szerintem ez már, azóta már köszöntem mindenkinek, mert végignéztem. Na, köszi, hogy itt vagytok. Beírjátok, hogy felkiáltó jel Anna, akkor a Twitch csatornáját kiadja, ezt most tettem bele este, és olyan büszke vagyok rá. És át tudtok nézni annál is beköszönni. De hogyha nem mondom, ez se lett volna. Itt a kis rózsaszínke. Jó, de mindig ott vagy, fixen ott szoktál lenni mindig a videóim alatt. A de láttad ma már. Na, én kibéreltem a második. Én nekem egy perc. Matekon múlik minden. Mennyi az annyi? 100 RP. Így van, és akkor ő Twitch-en tolja. Hát, hogy pont most ment el a géptől, de akkor várjátok meg, mert hogy... Hát, hogy ma festette vörösre a haját, igaz, hogy az nem látszik, de már nem adja vissza a kamera. Amúgy Dobit lehet be kéne húzni Dumáldából itt. Ja, hát húzzuk. Úgyhogy ne szomorodjatok el, most látom, hogy nincs most. De mindjárt jön vissza. És hol van? Robi, várjál. Behúztátok, nem? Akkor behúzom én. Jó. Robi, te be akartál jönni beszélni, vagy nem? De, csak nekem kidobott a... Ja, jól van, jó, de írjál ránk a chatre, mert behúzunk, visszahúzunk. Szia, Jakub! Andris... De meg ne próbáld hatkorosra beállítani, meg ki csinál. Nem van. Nem van, semmi. Jövő héten... Ugye most vasárnap van, jövő héten, most már rajta van a pólók, kész vannak minden, és akkor jövő héten menni fognak majd. Antis már a 25-kor. Gondoskodtam róla, készen legyenek. Nem, instant kilépek. Köszi, Jakó, a feliratkozást. Te, hogy nincs itt a csüli, azt mondd el, hogy 99. Jó, hogy itt is mindig ugyanaz. Jó, hát válasszunk egy neki megfelelő autó szint. Kék a teme. Menjünk egy ilyen tűzpíros. Hát ilyen. Hány vagyok ebbe a cuszba? Akkor tőlem meg mindenki kap egy jelzadást. Igen. Jó, hogy én leszek az utolsó, Geri, ne hülyéskedj. Több FPS-en van, mint... Kapsz viszont egy szekundot, ne haragudj, azért a káromkodást, ilyesmit, Tamás. Jó? Bármikor tudok bannolni, vagy 10 perces, akár egy órás vont is kaphatsz. Szóval légy szíves. Válogassuk meg a szavainkat. Én az ilyenekre harapok. Szia, Attila! Húha, ez szép volt. Ó, ez az, én nem odafigyeltem. Te tűntél mellőlem. De nem, de ismerti... Ezt már nem így fogjuk csinálni. Szóval kérem itt a nézőket, akik írnak, hogy... Normálisan kommunikáljunk, mert bármikor újra külhet egy ban. Veszke szempontjából. Szerencsére Anna nem tud madáru. Aj, engem meglöktek, meglökött itt mögöttem. Oh. Igen, csak ugye most nekem az a baj, hogy csak figyelem. Köszi, ez szép volt. Nem a fejemre akarsz esni, majdnem. Engem repülés közben megleptek, és akkor átrepültem. De jó, hogy régen sokat toltam ezt a versenyzési módot, ismerem, hogy kell szólni. Ugyanúgy estem, jó?
Átrepültem! Nem kell se, hogy mondjam, nekem Attila nem muszáj moderátor egyik lényeg, mert megcsinálom én is, hát annyi, hogy akkor most tényleg utolsó leszek a játékban. Honnan gyere már? Megyek, csak közben nekem moderálni kellett a csetemen. Csak úgy tűnik, hogy hihetetlen lejjebb is esett ez a nézőszám, de... ez van. Szavazz, Gelle! Jó, hát olyanokra végül is nincs szükség, akik trollok és trágálkodnak valójában. Nem, csak egy-két olyan rossz szava volt, és amit én nem néztem el. Ugye az elmúlt időszakban elég sok troll betámadott engem, és próbálom itt azért. De a Twitch-en nem úgy van, hogy egy csúnya szó és ban kap egyből? Itt én intézem a moderálás jelenleg. Ugye úgy tűnik, hogy pont azt az egy szót nem írtam be. De egy szekundumos bant kapott. Az egy kisebb figyelmeztetés. Szerintem. Hát megy a sebesség, hát most menjek el innen, hát repülök. Nem, Bence, nincsen modi osztás nálam, megvannak a fit moderátorok. Ugye Andrés, Axel, Goku, repülik a féljem. Ennyi van, és ez gyere majd a következőbe. Hova menjek? Váljatok már be! Engedem a gázt, hogy én hogy le kell venni a kontaktot, gyerekek, és akkor nincs ide. Igen, ezt mondom ennek a buta. Andrés! Melyik sikul? Ugye láttad, mit csináltam, te. Látod, hogy te megérte? Nem is kell, hogy itt legyenek meg én, nekem annyira beszólok a szobába, és akkor a férjem följön, mint moderátor. De én is tudom intézni. Utolsó kör. Szerencse. Én meg itt mindent csinálok, közben Anna beelőzött. Azaz, úgy kell. Anna beölőz mindenkit, és mindenki megáll a cél előtt. Én meg akartam állni az előbb is, de hát... többiek nem álltak meg. Na most drága Tamás, nehogy már még kell legyen megsértődve. Abból a szempontból, hogy a kommunikációs készséget nem a megfelelő az én számomra. Én kérek elnézést, hogyha nem fogom eltűrni. Senkitől. Ott a húzat. Laci elszállt, szó szerint. Hát figyelj, hogy annyira akartok, akkor egy végleges is mehet. Én ezt szoktam oldani. Add neki. Addig, hogy jön. De tudsz jönni hát a következőben. Az gyönyörű volt. Tehát, hogyha Andissal beszéljél, mert ő, hogy nem tudom, hogyha fel vagy-e véve, vagy benne vagy-e a körbe, de tehát nem tudom, mennyire dobott ki, de Andissal beszéljél, és akkor Andis tud meghívni a játékba. Andis! Igen. Amúgy mit szólnál az Axel, hogyha mondjuk én egy fél tízkor zárnék? Jó. Jó. Hadd legyen egy cica az első. Egyszer... jó. Robi! Macskás Robi! És utána kamionozzunk még? Fú, ez még... én megálltam, gyerekek, hát megyetek. Kamionozhatunk, de én nem hiszem, hogy fogok live-olni. Mert azért én sokáig sem maradok, mert nekem reggel suli. Ja, hogy neked még suli, igen. Hát igen. Nekem is megvan a 8 általánosan, nekem a 6 első, meg a 2 második van meg. Nézzük Annát. Nem, én csak magamra mondom, senki másra. Igen, persze, az a baj, hogy tudom, hogy neked több azt van. Azt hittem, hogy 6 első, 2 második. Nem még 2 első, 6 második szokott tenni általában? Vagy fordítva. Lobby lehozta. Nekem? Még írni se tudsz, Bence, basszus.
Axel káromkodott, gyerekek, vigyázzunk. Hát de basszus az nem, az egy hang nem a basszus, tehát én nem mondtam semmi rosszat. Igen, hangszer fajta. Ja, basszus karinét például. Jelent, tényleg akarsz egy végleges bant. Értek, értek én mindent, csak ritkán hallani ilyet. Gellim, itt vagy, hallasz? Hallasz? Igen. Biztos akarsz egy végleges bant? Nem. Azért mondom, én... Bence, én is modi vagyok. Én felnőtt képzésre jártam. Figyelj, Bence, én is ban vagyok. Apa vagyok, apa is vagyok, meg minden. Tehát modi is vagyok, de én nem vagyok olyan türelmes, Bence, engem, mint hogyha elkezdesz kóstolgatni, akkor repülsz, mint egy győzelmi zászlóba. Én nálam a Tamás kapott. Az Axel maga a ban, vigyázz. Én vagyok a... Én eddig hányat bannoltam már nálad annál. Nekem gyorsan eljár a kezem, úgyhogy Bence, hogyha nem hagyod abba ezeket az anyázásokat, meg apázásokat, akkor nagyon gyorsan ki fogsz innen penderülni. Én még türelmes vagyok, de Axel nem. Nagyon gyorsan elrepülsz, kis barátom. Azért... Ezt én is meg... Én is. Ő szokott bannolni. Én is, Bence. Különben... Én sokat nyomtam, és ilyen védelm is volt, csak eladtam, meg kellett a pénz a bunkerre. Nekem ezek a kis trollok mindig bearanyozzák a napomat, mert úgy szeretek bannolni. Igen. Még oda volt Sopronba is, ja. Nekem ő bannolgatott. Hoho, de még mennyit? Na jó. Megállt arra vannak a modik. Ja, jó. Ezt most csak ilyen fél tízig, tehát most már nem sokáig megyünk, kapitányom. Nem értem, Attila, hogy ezt mire értetted ezt, hogy nem is értetem, mit szórakozunk vele. Hát, hogy már régen meg kellett volna oldani. Ja. Jaj, ez jó, ez ugratos, jó, lehet, hogy én nekem ehhez nekem olyan élményeim fűződnek, hogy azt hiszem, hogy ezzel játszottam életemben először, és ez beégető, ez olyan, mint az első szexuális én kapcsolat. Én úgy vagyok vele, Attila, nem tudom, de ez tényleg így bennem volt. Elviselem, eltűröm egy ideig. Na, az jó. De csak egy ideig. Juhú, veszélytél. Egészség, egészség. Úgyhogy itt vesztettem el az GTA szüzességemet, úgyhogy ezt szeretem. Igen? Ja, szeretem ezt a mapot. Mondjuk nem is játszottam. Amúgy a Bence, a Mafia, a YouTube-ra, vagy mi lenne a felhasználó neve, mert mai napig nem tudom kiolvasni. Köszönöm, Jenő. Halljátok, az első helyről lecsúsztam az ötödikre. De már, lögdösnek, mit csináltok? Lögdöstök? Az anyátok mindenit. Axel, te vagy a sága? Á, én vagyok az egyes feliratos, és már mindjárt vissza is este. Nem. Anna, nézd a jó oldalát. Legalább nem fagytál ki, mint én. Ó, oh, rossz helyen mentünk. Anna, vigyázz, jobbról jön egy rover. Vagy balról? Melyik jobb? Ja, a másik jobb. Emelről. Add tudás és... Ne. De hiába tudja Bence Axel, hogy te ki vagy, hogyha ugyanúgy ő megelégeli azt, én nem tudom, hogy ő kicsoda. Én honnan tudjam, hogy ő ki. Majd még ránéz a csatámra. De jöjjél be nyugodtan Axelnál is, hogyha te azt mondod, hogy tudja, hogy ki vagy. Én nem tudom. Akkor írd meg neki, hogy te vagy az, aki itt nálam írt. Elrepült valaki itt mellettem. Akkor úgy fogja tudni. Ez szép volt akár később. De ne nekem ilyet, hanem menj át YouTube-ra az ő csatornájára. Hát most nem tudok, hát majd utána átkattintok és megnézem, illetve hát de ott van nekem, csak én most nem hozzád. Tudok. Csak én most nagyba versenyzek. Anyadik vagy Axel? Hát most az első háromban itt vagyunk fej mellett, ugratunk, úgyhogy... Egy, kettő, három, így változik a sorrend körülbelül. Gyere, Anna! Gyeri! Ne lögdössél! Köszönöm szépen a követést! Én olyan nyugodt vagyok! Nem szabad lögdössél! Löki! Szia, Cornelius!
Mondjad! Nem már, én, igen, én! Gyere, vannak, lefékezem, hogy jobb helyet legyen. Köszönöm szépen! Igen! Na, megnézhettek végre. Igen. A mai nap folyamán végre. Lehozta. Hát mert most a boldogság tengerébe úszkál. Jaj, boldogság hormonok most az agyamig szálltak fel. Ja, te vagy maffia, jó van, Bence. Most már értem. Uh-huh. Nem látjuk. Jó, most már visszakattintottam, itt is olvasom, maffia. Hú, ez nagyon jó volt. Ez nekem tetjett. Nem hiszem, Gellaj tudnak. Nem tudnám eldönteni, hogy mivel menjünk. Amúgy igen, alacsony vérnyomás. Hát lehetne a fél, csak nem az, tehát... igen, lehetne. De nem... Nem foglalkozok az ilyesmikkel. Most megmutattam, hogy tudok én is kicsit moderálni. Pár perces van tudok én is adni, hogyha arról van szó. Nem muszáj nekem ide a modi. Ja, jó lenne. Csak úgy látom, hogy melyikben nem tetszett annak az illetőnek. Jól van ez. Nem, az, hogy kapott egy kis bant. Jól van ez. Ja, én nem indítom már, úgyis mindjárt vége. Még egy utolsó kör. Neked is apád lehetnék, Attila, igen, jó? Még kinek? Dednek is biztos. De egy kicsit majd megyünk vezetni RTS-be, mondjuk én már azt nem fogom live-olni szerintem. Vagy Attila vagyok, és 27 éves. Én simán apja lehetnék Attilának is. Hát simán, még nekem is, drága. Neked inkább más lennék. Jó, ez vicc volt. Na, jött egy Terminátor, nézzétek már. Visszatért. Visszatért egy Terminátor. Nem mondod, hogy én kifagyok, te meg bejössz, hát ez kész. Valaki bejött. De még csak joined. Állami invitád. Invited, valóban. Nem tudom, én most kiégtem. Ja. Jó ét, Attila. Köszönjük, hogy itt voltál. Ó, 3-kor kezd, az kemény. Hát akkor gyorsan kell sokat aludni. Hát, körülbelül. Na. Go, Trabi, go! Lózi, köszi a lúcot. Most már ezek a lúc küldések is megálltak, igaz, hogy... Jó, én... Nálam meg lassan a chat. Tudom, hogy én se sokat olvastam, vagy hát, mert... Mert nem vagyok ott, mi? Megálltak. Lehet, ki is kapcsolom, hogy ne legyenek, vagy nem tudom. Lehet, hogy marad, nem zavarom úgy senkit. Na, hát nem is tudom, majd lehet, hogy az utolsó, vagy nem tudom, majd látjuk, hogy érünk el fél tízig. Mafia, nem hiszem, hogy az anyád lehetnék, mivel még csak 26 vagyok. Jaja, ő nem lehetne. Kizárt dolog, mert nem tudom. Mert néha neveletlen kis... gyerkőc vagy. Meg kell nevelni. Jaj, nem lehet autó. Jó, csak mindjárt szín. Le is fogom. Ó, milyen szép kis narancs. Narancsos forradalom. Megjel, adjuk már neked, nem is lehetnék. Hát lehetnél, csak elég hamar kellene. Kellett volna kezdjed. Hamadák! Ilyen kérlek szépen, pont kétszer annyi vagyok, mint Hanna. Ez a megfejtést, azt Hannánál lehet majd hallani. Vagy kinél? Hát te kérdezik, hogy hány éves vagyok. Mondom, hogy pont kétszer annyi, de mint te. De hogy mondtad a nevet? Hát, hogy a megfej... Hannát mondtam? Hannát. Akkor Annát. Azt nem én vagyok. Betű... Annát igen. Akartam mondani, csak kicsit... A bro, Franz. Mégis csak átjöttünk? Nem tudom, ez véletlen. Tudom volt. Mit, akkor most csak tényleg apának foglak hívni. Szóval a megfejtés Annánál van.
Miért? Te hány éves vagy, Jenő? Jó, látod, elmegyek. Előre, hogy aztán én elássam. Juhu! Juhuhuhu! Azaz, Anna, azaz. De az is, fékezzél már, Annára tettem ezret. Az semmi, az apró. Hát az apró pénz, jaja. Hát többet nem tudtam tenni. Akkor én tőled idősebb vagyok. Na már! Anna, lefogom ezt tetni. Eztet, fogla eztet. Azonnal fogla eztet. Gyerekek, Robi, megelőzök mindenkit, hogy ihaj. Robi irányít, vigyázzon. Na, engedjetek előre? Ne, köszi. Jól van, nem baj. Vissza is előztek. Nem baj. Ja, még nagypapád is lehetnék, jó mondod? Majdnem jó volt, de a szándék az fontos. Gyere, Anna! Attila, te ne öregítsél, engem nem vagyok annyi. Axel van itt előttem, és ennek nem örülök. Attila, ne öregítsél, nem vagyok annyi. Miért? Mit mondtak rád? Azt mondta, hogy 53, engem ne öregítsen. 96 év. Axel! Csú, ez ki, ti voltatok? Keresztbe estem rád. Andrés! Ó, a francba. Volt, mikor első voltam. Meg is siratom azt az első helyet. Bocsi, Laci, de kell a helyezés. Többiek miért ott fent mennek, és én miért itt lent megyek? Kell a pénz lóvéra. Annának is kell a jó helyezés, hogy gyűjjön az XP nekik. De nem az XP, csak pénz. Ez az, jó mondja, már Mafia már közelít. Én azért vagyok, hogy gyakogjon a téged és dobáját. Amúgy elárulom neked, Mafia, hogy egyszer csak 42 éves. Ez nem igaz, 96-nak érzem magam. Én mondtam, hogy 96. Ez az, hogy annak érzem magad, gyakorlatilag ő csak 42. Kívánt, hogy jöjjön be a rosszabb kép. Ki kíván meg? Kit vagy? Miről beszélünk most már? Én se tudom. Én már elvesztettem a fonalat már, hogy mi van. Annál legyen az első. Még itt bármi lehet, gyerekek, még most jön a harmadik kör, és az igazság, hogy... Az igazság, hogy nagyon jó. Az igazság, hogy itt még bárki nyerhet. Kirontja el első. Tessék, anyukám, itt vagyok. Tőtöm, nyomom neki a gázt. Egyszer. Mindjárt. Nem már, ha kifordít. Milyen nincsák? Milyen nincsák vannak itt? Téged néztelek, hanem kit néztelek. Az utat mondjuk. Elmondta a figyelmedet. Hát inkább... Ó, haj, ez egy csaló. Bajuk őszintén, nem így kell csinálni? Csaló, de nem tud annyira jól csalni. Oké, nekem ki errorozott a játék. Megléptél. Igen. Na hát akkor viszont nekintelnék lezárni a live-ot. Jó, kicsit elnémulok, srácok, jó? Ez a fekete, ez a csaló. Ennyire nem tud gyorsan menni valaki. A Laci jól nyomja, kihasználja a húzatot. Igen. Ezt kikacsolta volna az Andrés, aki nem tudtam volna utolérni. A két csíkba, ha belemész Axel, akkor kapsz egy boostot, amikor megy. Már, de hát lökdös engem. Nem már ki akar lökni, de miért lök ki? Azért, na hát azért egy... Ez egy piszok dolog. Ez piszok dolog ám. Tehát, hogy normálisan nem lehet győzni, csak így, hogyha kilökjük a másikat. Tehát azért ez nem szép dolog. Kérdez az Andrés, hogy miért nem állította be a no-contactot, és hiába próbáltatok győzős, hogy nem sikült volna. Én jövök mindjárt. Jó, hát nem mindenki úgy játszom, mint mi, Robi. Meg azért nehezebb pályán megyünk. Ja, köszi, Mafia. Majd a közben én húztam. Az jobb lesz? Hát jó, persze. Tudod, az évek, meg a tapasztalat. Ja. Hát,
Barnabás nem jutott be. Sajna. Ez az. Addig átnyúlok ide, hogy is itt még ki, macska. Jenő azt mondja, hogy Annának szurkolt teljesen. Köszi Cornelius, mi is. Jó, hát szerintem akkor mi is már ennyire maradunk, mert akkor, ha már így esett. Jól van, én is szerintem már úgyhogy lépek akkor. Jó. Ja, téged megint kidobott a végén, de Annát is látod, tehát ez... csak késő van, nem is azért, csak holnap is lesz nap, ma nekünk is azért, vagy nekem is már most több live is volt, vagy hát nem ez az első, aztán holnap is lesz nap, én azt mondom. Jó, van, itt vagytok még hangba, vagy csak... Csak hallgatjuk, amit... Ja. Hallgatjuk, amit hallgattak, mondod. Hallgattak, jó. Na jó, én tényleg elbúcsúzom. És hát holnap találkozunk. Én részemről majd folytatni szeretném még a Tomb Raider-t, mert szóval jó lenne kijátszani. És hát úgy meg kell szokni az irányítását, és az a baj, hogyha kihagyok napokat, akkor tök elfelejtem az irányítását, mert annyira olyan, na, ez a kúszni, mászni, meg ugrálni, meg minden, és teljesen más, úgyhogy na, szeretném kijátszani, úgyhogy szerintem Tomb Raider-ezünk, meg még azon kívül majd lesz még valami más is. Jól van, na, köszi szépen még egyszer. Szia, Bius, még itt a legvégére. Itt van Dead is velünk. Köszönjél már Biusnak. Szia, Bian! Na, sziasztok, jó éjszakát még egyszer. Szép estét mindenkinek, sziasztok. Ciao. Hello.